Mit és hogyan tehet egy olyan emberi közösség, mint amit jelenleg, és reméljük a jövőben is, magyar nemzetnek nevezünk. Az egyik, hogy tudomásul kell venni, hogy amikor ide érkeztünk, 907-ben a pozsonyi csatában, világossá vált, hogy akik körülvesznek minket, az akkor már létező nyugat, nem annyira örül annak, hogy mi itt vagyunk. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne idézni Baudrillard francia filozófusnak azt a mondatát, hogy a konkvisztádor nem azért pusztítja az indiánt, mint amire hivatkozik, mert az indián nem elég keresztény, hanem éppen fordítva. Mert nagyjából 5 perc alatt kiderült, hogy az indián noha nem keresztény a vallását illetően, de az élet berendezése az sokkal keresztényibb, mint magáé a konkvisztádoré. És valójában minket azért akartak kipusztítani, a pápa és a császár közös dekrétuma azért követelte a magyarok teljes kiirtását ott 907-ben, ebben a pozsonyi csatában, mert a szakralitásnak egy olyan szintjét képviseltük már akkor is, ami szemben állt azzal a már akkor is rontott szakralitással, amit Európa képviselt. És győztünk. És ezt csak azért tehettük, mert spirituálisan felsőbbrendű mindaz, amit mi képviseltünk, és azóta is az. Ezért rettegnek tőlünk. Az a hisztéria, aminek tanúi lehettünk most az említett parlamenti, Európa parlament, az a hisztéria pontosan annak szól, hogy a magyarság, csak ezt nem lehet néven nevezni, de nekünk itt családi körben nem csak hogy lehet, hanem kell is néven nevezni, mert mi a szakralitásnak olyan szintjét képviseljük, amit a nyugat már akkor sem. Az az 5 birodalom, és erre még mindenféleképpen szeretnék kitérni, amelyik pusztított minket, az oszmán, a Habsburg, Hitler időben és térben 3. birodalma, a szovjet, meg a globalitásnak ez a birodalma, ez mind ugyanannak a pusztító világerőnek a műve, akit nem lehet néven nevezni. Hogy miért? Az oszmán-török birodalom, amit oszmán-török birodalomnak láthatnak velünk, az valójában először is legalább 200 éven keresztül azt jelentette, hogy ennek a birodalomnak a pénzügyeit és a diplomáciáját valójában a Spanyolországból elüldözött szefárd elitek, pénzügyi elitek vezérelték. Innentől kezdve körülbelül sejtjük, hogy ki volt ez a birodalom. A Habsburg valójában egy stróman, kezdetben a Fuggerek, azt követően pedig a Rothschildok strómanja. Ennek következtében megint csak sejtjük, hogy valójában kivel is állunk szemben, amikor Habsburg birodalomról beszélünk. Hogy Hitlert kik és hogyan építették fel, erre most nem tudunk kitérni, de azt hiszem a sejtelmek szintjén pontosan tudjuk, hogy miért is volt szükség arra, hogy 1000 évig ne lehessen összekapcsolható az, ami természetesen kapcsolódik össze, nemzet és szociális. Ebből körülbelül sejtjük, hogy kik lehettek azok, akik mindezt felépítették. A szovjet esetében elég talán Lev Davidovics Bronsteinre utalni, alias Trockira, és akkor körülbelül szintén sejtjük, hogy milyen erők építhették fel, és az, hogy ebben a mai birodalomban kik és hogyan uralkodnak, kik a közvetítések urai a kereskedelemben, a pénzügyekben és a médiában, ez nagyjából megint csak útba igazít.